Sziasztok! Ma Lego Pókember magazin unboxing. Vagyis hát ugye nagyon nem is kell unboxingolni, mert nem volt befóliázva, úgy mint a ninjás kristály királyos készlet, hanem egy ilyen újfajta design, kis papírba van becsomagolva, és még hozzá Carnage. Nem tudom ő kicsoda, már úgy nem ismerem a szuperhősöket. Még ez fura, minden szuperhősös videómban elmondtam, na mindegy. De a lényeg, hogy kaptunk hozzá egy ilyen figurát. Viszont most egy kamera állványról vagyok. Meg is tudjuk nézni a posztert, így. Venom poszter. Mindjárt megnézzük akkor a másikat. Ez meg egy pókember, különböző, persze selfizik, az, azt is nyomatják. Na, egész jó. Viszont ezt néztem ugye a magazin hátulján, már nincs odaírva, hogy ő lesz a következő teljes játék vagy ajándék, de nem volna rossz egy ilyen komoly, ilyen érdekes pókember kinézett, vagy mi az. Félig ilyen, félig olyan. Bőrdeszkával, pókkal, tiszta komoly. Na, nézzük akkor a figurát. Ez a ragacsos, bigyós cucc, ez hogy leszedve az a bigyó róla. Szerintem mondjuk ez nem kell tutoriál, mert lehet, hogy nincs is. Legalábbis én nem találtam benne. Itt minden. De maga ilyen pókember összerak, vagy pókember. Ez a Carnage nevű valami. Az nincs. Max egy ilyen itt. Na! Úgy! Ez csak figura. Sok minden nincsen már benne, jó van. Ezt az acsit elteszem. Még jó jöhet. Azt mondja, hogy kap egy ilyen ruhát, aztán egy ilyen jéjjet kapott a izé is, mondd már, az a Serpentina Ninjagós magazinba, van egy ilyen, na ő egy arcot kapott, de ez most ez ilyen Venom arca van, de ilyen pókember kinézettel. Akkor van négy ilyen csápszerűség. És akkor ugye ezeket így bele. Ó, nagyon menő. Akármi is ez. Valamelyik így el, valamelyik úgy. Jó, legyen így. Na! Össze lett rakva ez a figura. Milyen komoly. Így közelről. Egyik lötyög a fején ez a bigyó. Hát cucc miatt nehezebb. De milyen komoly jó kinéz. Nem tudom mi ez, de tök jól néz ki. Ja, úgyhogy igazából ez ennyi. Ez a kis figura. Na, a sár, akkor valahogy kitámasztjuk. Így, ne. Na, szuper.
teszem a kamera állványt. Ide, így, né. Na. Úgyhogy itt a végén így legyen. Hát ennyi lett volna ez a magazin unboxing. Ha tetszett, dobj egy lájkot, ha nem tetted, iratkozz fel, és nézd meg a többi videóm. Sziasztok!